Üdvözlök mindenkit! Nekrokrim vagyok! Warframe Zephyr bemutató következik. Uh, na igen, a Zephyrt kiszedni a klámból lehet, elmész a Tenorlaborba és kiszeded magadnak. Uh, egy érdekes karakter. Na én úgy szeretem, hogy egy ilyen funky karakter, és. De valahol értem, hogy miért nem használják sokan. Azért, mert. Um... Mert egy átlagos Warframe, ha bár nem átlagos képességé vannak, de mégis átlagos Warframe. A átlagos érdek alatt, hogy a képességé, amivel rendelkezik, ettől sokkal népszerűbb karakterek is hasonló képességekkel rendelkezhetnek, például a Fóban. Tehát ő is egy ilyen crowd control versus szóló valami és így a értető való az emberek meg is feledkeznek róla. Kicsit csúnya és nem a legszebb, szerintem egy ilyen madára hasonlít, ugye értelemszerűen, és a képességeiből azonban is egy olyan karakter, ami elég magasokat tud ugrani, és így félig repülni, ezért gyakorlatilag a legnagyobb haszna a nyíltabb terepeken van, de akkor nagyon. Uh, nem szeretnék rosszat mondani róla, de úgy Isten igazából nagyon jót sem tudok mondani róla. Egy nagyon jót tudok mondani róla, ami nagyon-nagyon jó, és ez az Ultimate képesség egyszerűen hirtelen fán használni. Uh, Nemrégiben buffolták is egy kicsit az Ultimate képességet, szóval az efi egy kicsit erősebb lett. Uh, nem sokan használják, pedig igazából uh, egy nem egy rossz képesség, csak mind, uh, nem egy rossz Warframe, pedig csak mint mondtam, uh, az a Warframe, ami így eltűnik a többi között valamiért, és nem emelkedik ki. Pedig pontosan ugyanarra képes, mint a többi. Pontosan ugyanazt a hatást lehet vele elérni, mint, mint a Wobenbastijával, pontosan azt a hatást lehet vele elérni, mint a Megnek az útjával, vagy ugyanazt a hatást lehet vele elérni, mint nem is tudom a. a Excalibur vakításával, vagy pontosan össze lehet a hatás. Tehát, van, tehát a képességei valahogy jók rá kontrollálja, valahogy jó szólóra is, és, és mégis az a karakter, amit úgy felejtenek az emberek. Szóval egyszerűen azért, mert, mert a képességei, tehát így beolvad valahogy, és így nem veszik észre, pedig funky, és, és nem rossz karakter. Egy kicsit gyengus, armóra uh, armorra, életre, shieldre, de, de ki lehet azért vele jól boldogulni, félreértés ne ez, ez, egy olyan karakter, amit érdemes kipróbálni. És, és mert, mert azt kell mondjam, hogy szerintem vannak olyanok, akik uh, Imádják az Zephyrt, és vannak olyanok, akiknek közömbös. Tehát, ez a két réteg mondta le, A közömbös, hát van, és nem vészesen szar. És amúgy, ja, amúgy tényleg egész jó. És van az, hogy hát az Zephyr, az, az kurva, én nem vicceljél már. És rátérve a képességeire, Tailwind az első képessége, na hogyha gyorsan akarsz haladni, akkor ez, ez a te képességed, amúgy csinál egy damage is, egy 250-es damage csinál, amúgy, és nem egy rossz képesség, szóval egy jó két méter tudsz vele haladni amúgy előre, és egy 12 métert fölfelé nagyon gyorsan lehet vele haladni az a lényeg. Ha ezt kombinálod a, a mozgás kultúrával, nagyon-nagyon gyorsan lehet vele haladni, és hogyha az update 17-es update, ami kijött, vagy már kijön, amire látjátok ezt a videót, vagy ki fog jönni, ezzel kombinálva szerintem az Zephyr lesz a egyik leggyorsabb ö, ö, karakter gyakorlatilag most már, és, és, nem, nem egy rossz karakter, ö, főleg kombinálva a második képességével, tehát felugraszt a magasba, és a második képessége a dive bombra hallgat, amikor felugraszt a magasba, és ö, gyakorlatilag így fejjel belemegy a földbe, és aki körülötte van egy 5 méteren, így beszippantja maga köré, és csinál egy ilyen 250-es minimum damage és talán itt a baj uh, a Zephyrnél, hogy, hogy az első képesség is 250 damage, uh, damage el, és a másik képesség is 250 damage -el. Szóval lehet kombinálni, és kapsz, kettő, uh, kapsz egy 500-as damage nagyjából. És uh, viszont a másik képességéhez van egy uh, augment mod, ami, ami nem, nem, nem rossz, uh, Dive Bomb Vortex az a neve. Uh, a, távolságon belüli ellenfeleket behúzza a középpont felé, és úgy csinál egy damage -re. Szóval, hogyha retán húznád ki, ami 7 méter, tehát mi még, még jobban a range akkor egész távolról be tud szippantani az ellenfeket, és megölni őket egy alacsony szinten. nem ez az a két képesség, amire lehet számítani, hogyha szólóra építed gyakorlatilag az effért. Ő, ő is inkább az a defenzívebb, de viszont a harmadik képessége miatt uh, megengedhető, hogy a féle szólóságot ki tudja belőle húzni. És ez a turbulence nevezetű képesség ez gyakorlatilag azt csinál, uh, azt csinál hogy egy shieldet rak uh, Zeffir köré. Van egy ilyen belső és egy ilyen külső shield, de nem igazán értem, hogy mit értelek az alatt. A lényeg az, hogy ez az a képesség, ami képes megvédeni a bejövő A vicces az, hogy nem mindentől, legalábbis én úgy érzek nem, ha bár mindentől kéne, de nem, olyan, mintha nem mindentől csinálná. És ez az a képesség, ami képes megmenteni a hosszabb Survivor meccseken is, tehát ez szinte folyamatosan be kell legyen kapcsolva. Uh, hogyha egy hosszú Survivor meccseken jársz. És nagy, nagyobb együtt is lehet elmondani, tehát ad egy shieldet, és ez az, ami megmenti az életedet. Úgyhogy ez, ezzel uh, érdemes mászkálni, folyamatosan bekapcsolva, hogy egy szóló Survivor karakter csinálsz uh, Zephyrből. Továbbá a tornádó, a uh, ugye az Ultimate képessége, na ez az, ami funky, ez az, ami kiemeli a Zephyrt, és, és egy fun karakterét teszi, és egy érdemes használni karakterét teszi, tornádókat csinál, beszippantja az ellenfelet őrülten, tehát így pörögnek össze-vissza, uh, damage-elés közben őket, 120, uh, 120 damage-ét csinál nagyjából két, kétszeres szorzóval, uh, nagyon komoly, nagyon komoly, nem feltétlenül öli meg őket magasabb szinteken, de nagyon jó crowd control, felkap mindenkit, ezt elviszik, de a picsába, ezért húztam én Zephyrt időre, és erőre, mert jó sokáig tart, jó sokáig tart a tömegszabályozás, jó sokáig tart a harmadik képesség is, gyakorlatilag, tehát nem tudok szebezni, van egy tömegszabályozás, egy crowd control és, és és helyt, áll, és helyt áll, bakker, és nagyon, emiatt, emiatt József. csak mint mondtam, hogy és ha bár különleges a tornádó, és tök látványos, tök látványos, és hogy felkapja, és rögtön az epikja, és hogyha belelősz a tornádóba, amilyen, amilyen sebzés van a, a fegyvereden, azt hozzáadja, és éppen olyan lesz, ha tűz, akkor tűz lesz, ha blesz, blesz lesz, ha gáz, gáz lesz, és az extra sebzés, hogy jelenteni nem semmi, azért azt kell, hogy mondja, és, és és mégis valahogy beleolvad a többi Warframe -el között elvész az efér, pedig pedig egy jó karakter, egy látványos karakter is lehet vele ö, tök jókat ökörködni, azt kell mondjam. Úgyhogy. Érdemes használni, és helytáll a magasabb küldetéseken, a magasabb szintű küldetéseken is, csak azért uh, vigyázni kell rá. Tehát ha mész egy olyan helyre, ahol kell egy crowd controlos, akkor érdemes elvenni zefért is. De amikor ugye az embernek, ha van egy vóbanja, akkor előbb elviszi a vóban, mint az zefért. Mert annak minden képessége crowd szól. De mégis ott a, ott a zefér, aki jó crowd control be is, de tud azért önmagára is vigyázni a harmadik képességének köszönhetően. Na most ennyi lett volna, jöjjön a modolása. Zephyr modolását tekintve inkább egy aféle csapatjátékra húztam, de nem kell pánikba esni, a harmadik képességére azért lehet számítani ez a féle Survivors szóló küldetéseken is. De mint ugye mondtam a videóban, és ez vannak jobb karakterek, akik uh, alkalmasabbak megcsinálni ezeket a feladatokat, ezért az effie az a fan karakter legalábbis uh, részemről. Szóval aura mondnak rejuvenation, mert hogy az fér bele. Transistant fortitude hogy egy kicsit uh, megnöveljük az erejét. Continuity Nerow hogy az időre hassunk, hogy minél tovább tartson az a bizonyos ultimate képesség, vagy az a harmadik képesség. Flow, hogy legyen amiből dolgozni, ugye? Constitution, Streamline, Stretch és Intensify. Ez, ez, így jónak bizonyult, akármilyen szintű Defense mission megfelelő crowd control rendelkezett a Zephyr. megfelelő helyekre el lehet vele bújni, csipázni. semmi extra, számomra az Zephyr egy fan karakter. Azt hittem, amikor kivettem, hogy, hogy ú, egy, majd egy olyan hú, de kurva jó karakter. Tényleg egy jó karakter, tök jó látványos képességei vannak, és jól lehet vele mókázni, félreértés ne essen, de... Uh, feladatokra, komolyabb feladatokra vannak tőle komolyabb... Uh, ezt nem mondom azt, hogy komoly, de hát vannak tőle megfelelőbb warframe is, uh, azt kell mondjam, de összesítve az összes feladatra képes, ami, ami más meg tud csinálni tulajdonképpen. Na, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!